2019. március elején mutatta be a Móri Zsigmond Színház a Kalucsni című darabot. Az előadást az akkor Nyíregyházán elsőként bemutatkozó Szikszai Rémusz rendezte. A kommunizmus áldozatainak emlékére előadott darab nagy sikert aratott a közönség körében, és jó lehetőséget adott arra, hogy a rendező összecsiszolódjon a nyíregyházi társulattal. Én is, és a társulat is nagyon szerette a munkát magát, az előadást is. Ilyen szívünk csücske volt, és én emlékszem arra, hogy még Indonéziából is, mikor előadás volt, akkor skype-oltunk, és utána dumáltunk a büfébe, hogy hogy ment, meg mi volt, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen igazi jó hangulat volt, és hát el ne kiabáljam, vagy kopogjam le, vagy hogy kell ezt mondani. Nagyon remélem, hogy ez a mostani is nagyon jó meló lesz. Után is meló vár ránk, írtatlan kevés idő alatt. Ez az új darab pedig nem más, mint a 2007-ben bemutatott és elsöprő sikert aratott augusztus Oklahomában. A darab több Tony és Pulitzer díjat is nyert, miután a világ számos színpadát bejárta, 2013-ban film készült belőle, Meryl Streep és Julia Roberts főszereplésével. A szarkasztikus humorú vígjátékot Horváth Illés ajánlott a Szikszai Rémusz figyelmébe, aki örömmel vágott bele a feladatba. Bár nagyon sok mindent átírt és kihagyott az eredeti szövegkönyvből, az így is 45 oldallal több lett. A leglényegibb dolog, ami mégiscsak történik velünk, hogy beleszületünk egy családban, majd kirepülünk belőle, majd alapítunk egy másik családot, majd ez a két család valamilyen módon összeér. Tehát amin majd röhögni is lehet sokat, szerintem az a botrányos vacsora, amiben szerintem mindenkinek volt része. Én személy szerint elnézést kérek így utólag is a halott szüleimtől, hogy hány karácsont vágtam gajra. Nem tudom miért, de éppen gajra vágtam. Tehát, hogy talán erről, hogy jól csináljuk-e, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy elég jól kimutassuk azt, hogy szeretjük a családtagjainkat, a gyerekeinket, a szüleinket, hogy képesek vagyunk-e elfogadni egymást. Az évad utolsó nagyszínpadi darabjának bemutatója április 2-án szombaton 19 órától lesz.